Elkezdődött a Nemzeti Diabétesz Stratégia kidolgozása hazánkban. A munkához nyújt szakmai segítséget a Magyar Diabétesz Társaság, amelynek elnöke a Pécsen gyógyító Wittmann professzor. Magyarországon népbetegség a cukorbetegség. A cukorbetegek nagy része nem is kerül felismerésre. A cukorbetegséget megelőző állapotban szenvedők körülbelül ugyanannyian vannak, mint a cukorbetegek, őket még kevésbé diagnosztizáljuk, és a cukorbetegséget megelőző állapot is magas kockázatot jelent a szív-érrendszer és egyéb szövődményekre. Maga a Magyar Diabétesz Társaság javaslata vagy felvetése az, hogy a Nemzeti Diabétesz Stratégiába kerüljön be ezeknek a szövődményeknek a megfelelő diagnosztizálása, megelőzése. Az egyik leggyakoribb, hanem a leggyakoribb ok az amputációt, a végtag levágást illetően a cukorbetegség, és sajnos ebben az elmúlt tizenvalahány évben semmiféle javulás nem látszik. Ezért az első helyen azt javasoltuk, hogy nevezzük meg az amputációt, mint stratégiai együttműködési területet, és próbáljuk meg ennek az előfordulását csökkenteni. Nem csak magát az amputációt, hanem próbáljuk meg a lábkezelést általában előtérbe hozni, podiáter képzést elismerni, a podiáterek foglalkoznak a lábbal, a podiáter működését finanszírozni, ezek voltak a javaslataink, illetve szociális oldalról azt javasoltuk, hogy a már amputációra került betegek, sajnos sokan vannak, életminőségét is lehessen javítani különböző szociális intézkedésekkel. A cukorbetegség szövődményei más szerveket is érinthetnek, amik szintén komoly károsodást szenvednek, ha nem kerülnek időben felismerésre. Az idült vesebetegség leggyakoribb oka a cukorbetegség, messze a leggyakoribb oka, és a cukorbetegség okozta vesebetegségnek az előfordulása magas Magyarországon, és a diagnosztizálás körülbelül minden tizedik beteget diagnosztizálunk. Minden tizedik cukorbeteg vesebeteget diagnosztizáljuk. Azt javasoltuk, hogy ebbe is fogjunk össze, és ebbe is próbáljunk meg előrelépni. A harmadik terület az pedig a diabéteses szem, a cukorbetegség okozta szemszövődmény. A szemszövődménynek a követése és vizsgálata sajnos az egész cukorbeteg népességre nem terjed ki. Az volt a felvetésünk, hogy érdemes lenne a szakellátóhelyek központjaiban, tehát Budapesten, a megyei városokban, az egyetemi centrumokban elhelyezni olyan készüléket, amelyik fényképezéssel le tudja fényképezni a szemfeneket. A szemfenéken látszik a szövődmény, a súlyos szövődmény, és ezzel lehetne segíteni a diagnózist és a kezelést is. Az általános és középiskolákban olyan órákat kellene tartani, ahol a cukorbetegségre, a lehetséges szövődményekre hívnak fel a fiatalok figyelmét. Ezt szintén javasolja a társaság. Wittmann professzor elmondta még, hogy egy európai közös cselekvési tervet sem tartanak kizártnak a diabétesszel kapcsolatban. Magyarország lesz az EU elnökség soron következő elnöke, és ennek kapcsán felmerült annak a lehetősége, hogy az egészségügyi kiemelt pontok között szerepeljen a diabétesz, a cukorbetegség. Azt gondoljuk, hogy ha ezt sikerülne keresztül vinni, és ezzel mindenki egyet értene, akkor valóban egy széleskörű társadalmi figyelemfelkeltésre is lehetőség lenne. Másrészt kialakulhatna egy európai standard, egy európai olyan minimum, ami a cukorbetegséget érinti, és a cukorbetegeket érinti. Ez nagyon nagy reményeket kelt bennünk, mert ha ez így lenne, akkor az egész kontinensen egyformán kellene, vagy jól egyformán kellene kezelni a cukorbetegeket, a szövődményeket is, de magát a cukrot is, és ez hamarosan megérkezne, azonnal érezhetővé válna a cukorbetegek szintjén is, azt gondolom. A Nemzeti Diabétesz Stratégia kidolgozása azonban már elkezdődött hazánkban. Ennek eredményeit a következő években várja a szakember.